Szeretettel köszöntök mindenkit, én Luca Ákos vagyok. Én Rancsó Kamilla. A hetényi Tarcilliós alapiskolából érkeztünk, hogy bemutassuk a hetényi vasútállomás rövid történetét. A Pozsonyi Vasútmúzeum emlékkönyvei alapján dolgoztuk ki pályamunkánkat. Egy kis bevezetőként szeretnénk feltenni egy találós kérdést. Vajon hogyan kapcsolódik össze a vasútállomás, a vendéglő és a kirántott hús? A vasútállomások mellett vendéglők jöttek létre, és ott szolgált Ausztráliában, és Ausztriában, és ott szolgálták fel a bécsi szeletet, amely eljutott hozzánk, és mára már kirántott húsként emlegetik. Hetény vasútállomási adatai alapján Újkomárom és Rizsikújvár között fekszik, 110 méterrel a tengerszint felett. 1910-ből származnak az első emlékkönyvi adatok, ekkor egy vágány közlekedésre és kettő vágány pedig lakodásra használták. A feketén jelölt vonalak a vasút vonalak. Ekkor épületek is találhatók a vasútállomáson, egy lakóház, egy raktár és egy szénraktár. A közlekedés beindulásánál az első utat a hetények ingyen tehették meg. Az állomás jelenleg egy emeletes épület, ez viszont nem volt mindig így. Először csak egy fölszintes épületről beszélhettünk, melyben egy irányítóiroda, egy harmadosztályú váróterem és az állomásfőnök háromszobás lakása kapott helyet. Az épülettel szemben egy házihó áll, amelyben a forgalmisták műszakváltáskor pihenhettek. 1918-ban Hetény Csehszlovákiához került, ekkor a katonák elfoglalták a vasútállomást. Az állomásfőnök ellenállás nélkül át is adta az épületet. Ám a négy munkásból, aki akkor az épületben tartózkodott, kettő nem akarta letenni a hűségesküt, ezért a katonák megfenyegették őket, hogyha nem mennek át Magyarországra, vagy teszik le a hűségesküt, akkor főbe lövik őket. Az 1920-as években kiöntött a Vágfolyó, 6 kilométerre húzódott el a medrétől. Elérte Hetényt is, és a hetényi vasútállomást is. Ekkor kis szigetek keletkeztek, melyek között csónakokkal közlekedtek. A postát is így hordták ki. 6 hét után húzódott vissza a víz. Két átmeneti hidat kellett építeni, melyeket a víz visszahúzódása után le is bontottak. 1924-ben a 63/64-es számú gyorsvonat áthaladt a hetényi vasútállomáson. Ez a Belgrád, Budapest, Prága és berlini vasútvonal volt. Az állomásfőnök ekkor Krupicska úr volt, aki kérte az áthelyeztetését, helyette jött Alfred Sebek, aki 1945-ig tartózkodott itt. Megemlítettek egy vágánykezelőt is az emlékkönyvekben, Hans Benőnek hívták, aki egy nagyon szorgalmas munkása volt a vasútállomásnak, ám főbelőtte magát a családi okok miatt. Az 1925-ös, 26-os években épült meg az emelet a épületre. Ekkor készült el a komáromi kikötő, amely következtében sokkal többen vették igénybe a vasútállomás szolgáltatásait. A 27 rendszeres járat volt akkoriban, ez nem sokkal különbözik a jelenlegi napi 28 járattal. Hetényt Hetény névre keresztelték, valamint megtörtént az első baleset is a vasútállomás történetében, mely során két gyorsvonat összeütközött. Egy halálos áldozat, 3 súlyosabb és 12 könnyebb sérült volt. 16 órára leállították a forgalmat. 1928-ban hatalmas jégverés volt a faluban, a termések 80%-át elpusztította. Ez azért volt rossz a vasútállomásnak, mert azokat a zöldségeket és gyümölcsöket, amiket szállított, nem hozott már akkora bevételt. Ezután következett a kegyetlen tél, ami mínusz 32 fokot hozott magával. Ez egészen március 20-ig tartott. Érdekesség, hogy az emlékkönyvek megemlítenek 3 másik falut is. Az egyik Kurtakeszi, ami jelenleg Marcellházához tartozik. Itt szárazföldi utat kavicságyal kellett leverni a területet, úgyis a kurtakesziek bepanaszolták a hetényi vasútállomásnak, hogy nem tudnak eljutni a vasútállomásig. Mudronyovo és Sobárovo létre jöttek, 2 szlovák falu, melyeket szlovák telepesek hoztak létre. Itt egyből építettek katolikus templomot és szlovák iskolát. November 9-én Kurtakeszin is létrejött szlovák iskola, annak ellenére, hogy már volt egy magyar.
63 diákkal kezdtek, évvégére 180 lettek valószínű a magyar iskola kárára. Fel szeretném hívni a figyelmet az utolsó mondatra. 1900... Hát az van benne, hogy ez a szlovák iskola nemzeti fontosságú volt. Nagy jelentőség. 1930-ban népszámlálást tartottak. Ekkor a falunak 1896 lakosa volt. Feltüntettük, hogy milyen nemzetiségűek voltak az egyes emberek. 2010-ben viszont csak 1354 lélekszáma volt a falunak, feltételezhetően csökkent a falu létszáma. 1931-ben engedélyt kaptak az állatvásárok tartására, ez nem tartott sokáig a háború miatt. Bevezettek egy rendszeres autóbuszjáratot, ami hetente egyszer járt a faluban, ez Komárom, Mocs és Párkány között közlekedett. Az 1930-es évekből nincs sok feljegyzés, mindössze egy, amely a vágányok felújításának kezdetét jelzi. 45-ben tudjuk csak meg, hogy 38-tól német uralom volt a faluban. Ettől a Vörös Hadsereg szabadított meg minket. 45... Azért van itt ez érdem, mert emlékeim van. 45. augusztus 6-án indult újra a közlekedés, ugyanis a háború által okozott károkat el kellett hárítani. 46. májusára javították meg az utolsó vasúti hidat is. Egy újabb baleset történt, egy személyautó egy vonatnak ütközött, a személyautó mindkét utasa meghalt. 1947. augusztusában a környező falvak és hetényiek itt pakoltak fel a kitelepített lakosok, hogy átmenjenek Magyarországra. Ekkor ismét történt egy baleset, egy teherautó tehervonatba ütközött, egy súlyos, három könnyebb sérült személy volt. 1948-ban a szocialista kormány megrendezte a példás munkahetét, mert során minden dolgozó embernek iskolázásokra kell járniuk. A képen egy igazolás látható, mely igazolja, hogy a hetényi vasútállomás dolgozói részt vettek az iskolázásokon. 1961 az újítások éve volt, ekkor vezették be a villanyáramot, és 55 ezer szemét szállított évente a vonat. Feltüntettük a 2000-es évek adatait is. Aki bővebb információt szeretne megtudni a hetényi vasútállomásról, az a vlaki.net-en a mostani adatokat megtalálja. Köszönjük a figyelmet! Köszönöm szépen! Olyannyira tartottátok az időt, hogy még megnézni is alig volt idő, úgyhogy átadom a szót. Szerintem nagyon, nagyon érdekes és értékelendő az, hogy régi dokumentumokat találtatok. Tehát találtatok olyan dokumentumokat, amik sok minden olyanról beszélnek, amit ez a generáció már nem tud. Tehát az például, ugye, hogy el kellett menniük agytágításra, mert meg kellett tanulniuk azt, hogy mit jelent Csehszlovákia azoknak, akik Magyarországon éltek annak idején. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok minden van, amivel visszatalálkozunk azért. Ma például az Európa Unió egy sereg olyan dolgot követel meg tőlünk, amiket elvben formálisan teljesítünk, de igazán nem csináljuk meg, csak azért, hogy papíron igazolhassa, hogy az az ember, hogy azt a pénzt, amit kapott az Európa Uniótól, fölvette. Tehát valahol el kéne jutni az emberiségnek oda, hogy ilyen fölösleges dolgokat ne kelljen csinálni. A másik dolog az, hogy abban az időben fantasztikusan fontos az, hogy találtatok olyan dokumentumot, ami egyértelműen bizonyította, hogy miért volt nekik fontos az, hogy oda beköltöztettek 160 csehet, vagy nem tudom, 16 csehet családot és 160 szlovákot. Elvileg az önében azt akarták, hogy el kell nemzeteleníteni, tehát el kell magyartalanítani ezeket a falukat, ahol másképp ezt nem tudták megoldani, az volt a tipikus, amikor 1918 után létrejött Csehszlovákia, hogy itt a délvidéken az állomásfőnök eleve szlovák vagy cseh volt. Tehát a jegyző és az állomásfőnök volt a két legfontosabb személyiség, és aztán utána később csinálták az iskolákat, és megpróbálták elérni azt, amit ami nekem hiányzott ott 2010-ben, mikor mondtátok, hogy 1700 lakosa van, tehát csökkent a lakosok száma a hetényben, hogy például a lakosság összetétele milyen.
tehát összehasonlítva azzal, amikor amikor Csehszlovákiához csatlakozott Hetény, ahhoz a viszonyok pillanatnyilag milyenek föltehetően megdöbbentőek, megdöbbentően különböznek azoktól, amik akkor voltak, amikor több mint 90% a falunak magyar volt. De különben nagyon, nagyon érdekes volt, és én a legjobban azt értékelem, hogy régi dokumentumokat szedtetek elő, és megpróbáltatok, csak azokról kellett volna többet, tehát nem elszaladni fölötte. Tehát ahogy azt mi mondtuk, ott tessék visszarakni a képet, hogy mi van odaírva. Mert azt, hogy mondod, hogy oda van írva, vagy mutattatok, az utolsó előtti kép is olyan volt, hogy itt a képen van. Én láttam, hogy ott van egy sereg apró betű, aztán annyi. Tehát amit mutattok, azt próbáljátok elmondani, hogy mindenki számára világos legyen, hogy mit akartok mutatni, de különben nagyon értékes volt, amit mondtatok. Köszönöm szépen. Nem találkoztatok olyan idősebb emberekkel, akik még emlékeztek a régeti formájára a vasúti közlekedésnek ott Hetényben, mert azért az is érdekes lenne, hogy ők ezt hogy élték meg, mert végülis a vasút az egy... Hát igaz, hogy már ez a 19. századtól kezdve, már a második felétől kezdve egyre inkább terjedt itt a vidékünkön is, de azért sok ember még mindig inkább szekéren vagy dolog ment, mert esetleg drágálotta, vagy messze volt a vasútállomás, nem tudom Heténytől milyen messzire van ez a vasútállomás például. 4-3 kilométer. No, tipikus ez is, hogy mondjuk van itt a Csalóközben is egy-két olyan település, hogy ki van írva, hogy milyen állomás, de igazából egy másik kavóz ugyanom. Mindig mondom, közel van, 5 kilométer az egyiktől is, meg a másiktól is, úgyhogy érdekes, hogy hogyan vezették ezeket a vasútvonalakat, és hát tudom, hogy a Hetényi vasútállomás is egy kicsit messze van a településtől, nem tudom, hogy manapság még a hetényiek járnak-e vasúttal, valahova vagy utaznak-e, hát hogyha nem a saját autóikon mennek, akkor inkább busszal gondolom például, de lehetséges, hogy van, aki azért itt tammog oda és felszáll a vonatra is. Meg hát azért talán érdekes lehetett volna az is, hogy vannak ott adatok, hogy 55 ezer utas. Most nem tudom, azt kiszámolta meg, és hogy az most mire vonatkozik, most a Hetényi vasútállomáson ment át annyi szerelvény is pont ott volt, szóval körülbelül 55 ezer ember egész évre vonatkoztatva, vagy ezt hogyan kellett ezt az adatot érteni? Emlékkönyvek alapján volt ennyi. És ezt az emlékkönyvet, ezt kivezette, hol tartják ezt? Hát ez a Pozsonyi Vasút Múzeumban van, csehül volt írva, és a Andrea Tötmény fordította le nekünk. Nem, én szerintem nagyon nagyra kell értékelni azt, hogy kerestetek irodalmat, igen, tehát hogy elmentetek utána. Ez borzasztóan fontos, nem csak az internet, mert általában ma az van, hogy az embernek a legkönnyebb információforrás az internet, csak az internet nem mindig igaz. Nem mindig igaz, tehát nem mindig megbízható. A második dolog az, hogy egy sereg olyan dolog, ami ilyen, hogy a Hetényi állomás, hát föltehetően van benne két mondat. Most ide a kutatásra azt találtuk borzasztó érdekesnek, illetve onnan jött az ötlet, hogy amikor a kitelepítéseket csináltuk, és akkor ugye megvolt, hogy melyik számú vonattal vitték. Na és ennek utána akartunk járni, hogy tényleg így van-e. És ugye itt a gyerekek is elmondták, hogy a 30-as évektől, tehát 38-tól egyáltalán nincs semmi adat sehol a Hetényi vasútállomáson. Tehát ez is borzasztó. Ez a národnyi víz, nem? Ugye? Igen. Hogy ez egy szörnyű. Nem tartozott a Szlovákiához, tehát valószínűleg Magyarországon kellene esetleg a 38-tól egyből. Nincs, mert ott is megmozgattunk már, igyekeztünk megmozgatni mindent, amit tudtunk, hogy megkeressük ezeket az adatokat. Egyszerűen így. Jó. Tanuljuk. Köszönjük szépen. És hát... Örömmel látom a növekedéseteket, de szomorúan tapasztalom, hogy már nem lehet őket megijeszteni, mert mikor ötödikesként ideálltak, így reszkedtek, és mondtam, hogy mindjárt megeszlek, és a Ákos azt mondta, hogy jaj, ne! És szeretnék bemutatni egy csodát. Olvastam valahol, hogy Camilla azt mondja, hogy minden csoda 3 napig tart, ő mégis 13 éve létezik. Hát köszönjük teljesen sokáig. Köszönjük szépen! Köszönjük. Köszönöm, hogy találtam.